Kedves barátom, amikor ma megláttalak, megjelent egy ötlet. Jó lenne egy jót beszélgetni. Rögtön eszembe jutott az az öröm, amit mi nemrég ünnepeltünk. Nekünk is volt egy 40 éves osztálytalálkozó, a drága orosz iskolánk, a kettes iskola. Ezért érkeztél haza. Hányan fogtok összegyűlni ma, és mit érzel, milyen érzés, mit gondolsz, mi vár rád, amikor meglátod azokat, akiket te régen láttál? Hát először is azt mondanám, hogy neked csak a 45. volt, nekünk pedig az 50. Ez egyik szempontból nagyon-nagyon jó, és nagyon jó érzés, hogy ezt is megéltük. Tudom, hogy rossz érzés lesz, mert amikor leülünk, akkor ki fog derülni, hogy egy jó páran már nincsenek közöttünk. És gondolom, hogy róluk meg fogunk emlékezni. És a harmadik természetesen az, hogy nagyon sok embert, ugye nem láttam évek óta, 30-40, van, akit 50 évvel ezelőtt láttam utolja. Biztos, hogy lesz olyan, hogy rá fogok nézni, és megkérdezem, hogy ki vagy. Valószínűleg ők is azt fogják mondani, hogy te ki vagy. Van, aki egyértelműen megöregedett, de lelkileg azt hiszem, hogy mindenki fiatalnak érzi magát, és nem tudom pontosan, hogy hányan leszünk, de nem hivatalos adatok szerint több mint 20-an, és jönnek Izraelből, Magyarországból, Észtországból, Oroszországból, tehát a világ minden részéről. Fiatal a lelkünk. Jó dolog még mindig hazajönni Beregszászba? Nézd, az embernek a szülőföldje az mégis mindig Beregszász marad. És ahogy te annak idején énekelted azt az éneket a Beregszászról, az mindenkiben megmarad, és az én családom az helyenként ezt el is szokta énekelni, mert annyira tetszik az egész. Amikor iskolába mentünk, gyerekek voltunk, és amikor az iskolába mentünk, és a nagy udvar tele volt gyerekekkel, vajas, kenyér, szőlő, ott a felnőttek, iskolások, és ott mindenki automatikusan két nyelven beszélt. И как ты вспоминаешь нашу дорогую русскую школу? Почему мы говорили на двух языках естественно, просто и счастливо? Потому что это был другой мир. Это был мир, где не имело значения, что мы говорим по-русски, мы говорим по-венгерски. Для нас было все равно. Я учился в русской школе, в этой школе номер 2, которая сегодня будет встречать 50-летие окончивших эту школу в 1968 году. И я так думаю, что это очень большая радость для всех. И тогда это не имело значения, что мы говорим по-венгерски или говорим по-русски. Когда мы закончили школу, и вы, мы жили дружно, очень дружно в нашем городе. И вдруг все наши друзья стали уезжать. А мы не поняли, а вы нам не говорили, ваши родители что-то знали, почему надо уезжать, и вы уехали. На этот вопрос очень сложно ответить. Я так думаю, что я закончил школу, я уехал в Москву учиться в Пироговской медицинской академии. Когда я заканчивал медицинскую академию, тогда я уже решил, что я хочу поехать в Венгрию. Так что вопрос о том, что мы уезжаем, стоял не с точки зрения родителей, а с точки зрения, что я уезжал. И после этого, когда я уехал, естественно, родители мои стали старыми, для них нужно было соответствующее медицинское обследование и медицинская помощь, и поэтому я их перевез, и они стали жить в Венгрии. К сожалению, оба уже умерли. Hogy lett családod? Milyen családod van? És hol élsz most? Én Budapesten élek, nekem van egy nagy lányom, és van egy nagyon aranyos feleségem, és egy nagyon aranyos kislányom. A kislányom most fejezte be az orvosi egyetemnek az első évfolyamát Pécset, ő 21 éves, valószínűleg folytatja az apjának a foglalkozását, de azért egy csomó kételje van, hogy biztos-e akarja azt csinálni, hogy nincs se szombat, nincs se vasárnap egy orvos életébe.
De ennek ellenére én úgy gondolom, hogy ez az ő döntése, és úgy fog tovább menni a dolog, ahogy ő gondolja. Én egy munkahelyen dolgoztam eddig, ez a Budapesti Délpesti Kórház nőgyógyászati osztálya, ahol 33 évet húztam le. Ez idő alatt ugye nagyon sok szülés zajlott, és nagyon sok szülés zajlott Kárpátaljáról, mert sokan megkerestek Beregszászból, Munkácsról, és jöttek szülni a Délpesti Kórházból. És hát az utolsó három év pedig hozott az életembe egy olyan óriási lehetőséget, hogy megismerkedve egy ukrán származású üzletemberrel, aki úgy döntött, hogy Budapesten megépíti Kelet-Európa legnagyobb magánkórházát, aminek én vagyok az orvosigazgatója, és a kiskórház már működik, és a tavalyi évben mi 60 ezer esetet láttunk el ebbe a kiskórházba és a szakrendelőbe, és nagy valószínűséggel február 1-én át fogjuk adni a nagy kórházat, ami 130 ágyas lesz. Ez egy teljes körű ellátást biztosít minden betegségbe, kivétel nélkül minden betegségbe, és hát remélem, hogy már így is nagy hang van ezzel, és mindenki ismeri ezt a Duna Medical Center, és azt gondolom, hogy mi még ismertebb leszünk. Ha az ember azt csinálja, amit szeret, és akkor, amikor ő ezt akarja, azt mondják, ez a boldog ember, a szakmád az, amitől boldog vagy? Igen. És a boldogságnak többféle formája van, és hogyha azt tudom nektek elmondani, hogy az életem során több mint 5000 gyerek született nálam, amikor bejön egy 19 éves bombázó kislány, akire így ránézel, és akkor azt mondja, hogy doktor bácsi, én magánál születtem. Ilyenkor van egy óriási öröm, és akkor ilyenkor az ember elgondolkozik, hogy mennyi év telt el már az életéből, de a szakmámat én mindig nagyon szerettem, és annak ellenére, hogy most a szakma mellett csinálom az igazgatóságot, én azt hiszem, hogy életem utolsó pillanatáig fogom folytatni a szakmámat. És én szeretnék még valamit mondani, mert hogy ugye egy picikét gondolkozni kell a jövőről is. Nálunk a kórházban, ugye ez egy magánkórház, ahol a jövő a fiataloké. És az élet úgy hozta, hogy van nálunk egy nővérke, az egyik legjobb nővérke a kórházban, aki ugyancsak beregszázi. És miután kiderült, hogy teljesen véletlenül ő is itt van most beregszázban, én szeretném, hogyha egy pár szót beszélgetnél vele. Éltél beregszázban, tanultál, és egyszer csak volt egy lehetőség, de előtte hol laktál Beregszászban, hol tanultál? Beregszászon születtem, édesanyám egyedül nevelt föl, tehát elég nehéz sorsból érkeztem. A négyes iskolában tanultam, a négyes iskola után pedig a Medúcsiba jelentkeztem. Medúcsi után pedig nem láttam semmi perspektívát itt Beregszászon, és Budapestre költöztem. Hát elég nehéz volt elhelyezkedni és dolgozni is, mert a budapesti mentalitás teljesen más, mint az itteni beregszászi, de én nagyon örülök, hogy megtettem ezt a lépést. Az Országos Kardiológiai Intézetben dolgoztam 3 évig. Utána nagyon sok munka volt, tehát mindenhol nővérhiány van, és így kicsit elegem is lett. Tehát így nagyon sokat kellett éjszakáznom, és így fiatalként nem hozott boldogságot. És fél évig leköltöztem Hévízre, nagyon sok orosz pácienssel foglalkoztam, de az sem hozott boldogságot, és Hévíz után pedig jelentkeztem a Duna Medical Centerbe, ahol egy magánintézetben dolgozhatok, és ez nagyon nagy örömet okoz nekem. És nagyon örülök neki, hogy nagyon sok pácienssel tudok beszélgetni. Nagyon jók a kollégák, kolléganők, és ugye a főnökség is nagyon jó, tehát nagyon mindenhez nagyon rugalmasak, és mindenben tudnak segíteni. Miért rendkívül ez a hely, ahova kerültél? Hát rendkívül, innen nagyon sok mindent fel tudnék sorolni, de nagyon szép a panoráma, nagyon szép a kilátás, és
nagyon jók a kollégák, nagyon szeretek bejárni dolgozni. Hogy érzed, ez egy életfogytiglani szerelem? Ez az egész ottani életed és munkád? Én úgy gondolom, hogy igen. Igen. Tehát nagyon-nagyon szeretem ezt a helyet. Volt olyan eseted, amitől örömödbe sírtál, vagy volt olyan eseted, ami elég is szomorú? Egy-egy... Mind a kettő variáció volt, igen. Hogy voltak sikerélmények, és voltak sajnos, amik annyira nem. Tehát voltak olyan dolgok, amik megviseltek, igen. Mitől lesz népszerű ez a kórház, hogy most még kiépül és még nagyobb lesz? Ezt hogy lehet belülről érezni ezt a népszerűséget? Hát szerintem azért, mert nagyon sok új emberre lehet megismerkedni, tehát nagyon sok új helyről érkeznek, és mindenki hoz valamit magával, és így szerintem nagyon jó csapatot fogunk alkotni. Ebben a kórházban leszel felnőtt, és lehet, hogy ott is maradsz, ott lesz családod, de Beregszász, az milyen érzés ott? Hány éve vagy kint? 6 éve vagyok Magyarországon. Mennyi idő telt el, hogy kezdted egy kicsit megérezni és megszokni, hogy most már itt leszek? Hát elég sok. Nagyon, nagyon sokáig vágytam haza. Tehát ez a honvágy, ez nagyon sokáig fennállt. De most így évente egyszer járok haza. Már így kialakítottam a saját életemet Budapesten. De Beregszászra mindig szívesen jövök haza. Te ott beregszászi lány tudsz lenni? Igen. Tehát beregszászi lányként teljesen, tehát látják azt, hogy nem magyarországi lány vagyok. Tehát teljesen más a kisugárzás, teljesen más, hogy beszélgetünk, kicsit más, hogy, tehát a magyar nyelv kicsit másabb, mint az ottani magyarországi. De én nagyon örülök neki, hogy a beregszászi vagyok. És milyen érzés volt, amikor fogadtak téged ott az ottaniak, és kiderült, hogy ők is beregszásziak? Ez milyen szerepet játszott a startnál? Hát nagyon örültem neki, és ők is nagyon örültek, hogy beregszászi vagyok. Tehát egy nagyon nagy öröm volt mind a kettőnknek. Vannak még beregszásziak ott? Van. Fiatalok? Igen, vannak. Nagyon sokan. Hát akkor a start következik. Beregszász a legszebb város? Igen. Mindig örömmel gondolok Beregszászra, és mindig szívesen jövök haza. Befejezésül 3 rövid kérdés. Elindulsz munkába, befordulsz a sarkon, és ott áll előtted Isten. Mit kérdeznél tőle? Elkéstem. Jó, a második, akkor kiről aranyhalacska. Kifogod, és egy kívánságod biztos, hogy teljesít ott helybe. Mi lenne az? Hogy ez a magánkórház, amit mi kitaláltunk, úgy menjen, ahogy én azt elképzelem. Nagyszerű. És a harmadik, hogy szeretnél elhagyni ezt a világot? Nem szeretném elhagyni ezt a világot. És miért jó beregszászinak lenni? Mert hogy beregszásziak vagyunk.